Több százan érkeztek a nemrégiben elkészült multicsarnok nyílt napjára. A délután folyamán a látogatók megtekinthették a közönségforgalmi tereket, a lelátókat és a hazai csapat öltözőjét, valamint lehetőség volt az április 19-e és 20-i nyitó mérkőzések jegyeinek megvásárlására is. Egész Zámojról jöttünk ide Fehérvárra, hogy megnézzük ezt a szép új csarnokot. Férjem az mindig járt meccsekre, úgyhogy most is eljöttünk jegyet venni, megnézzük a gyerekekkel is az új csarnokot. A jégalapú multifunkciós csarnok a jégkorong meccsek mellett kosár és kézilabda mérkőzéseknek is adhat majd otthont, illetve színházi előadásokat és koncerteket is szerveznek majd itt a jövőben. Bárdos Péter, a Székesfehérvári Közhasznú Alapítvány műszaki vezetője elmondta, az alapvetően 5900 férőhelyes létesítmény további 2200 székkel bővíthető. Több mint 21000 négyzetméter alapterületű, mely pince, földszint, első emelet és egy tetőtérből áll. Alapvetően a pincében technológiai berendezések vannak, de koncertek alkalmával a látogatók részére is nyitva vannak. Itt büfé is található, illetve a közönségkorcsi, ami lesz májustól, ott lehet átöltözni ehhez a sportághoz. A tetőtérben pedig alapvetően a légcserélő berendezéseknek az eszközei találhatóak. Ezek üzemi területek, ezek nem látogathatók. A nyílt programjai szombaton tovább folytatódnak, kora délután pedig a Fehérvár AV19 játékosaival is találkozhatnak a látogatók.